Acordam se calhar, de sacanagem. Eu era, já mesmo. Otóbrio, chupa se me deiximado com o capítulo. Csodálatos szent szellem, azt szeretném, hogy tisztáljam a te üzenetedet és azt a gyomát, amit te mondsz nekem. Menj, atyám, akarom látni, mit cselekszel, hogy ad cselekedjem én is. Szent szellem, ellen kérlek tégedet, hogy mutasd meg, mit cselekszik az atya, hogy ezen helyen azt cselekedjünk mi is, én is, amit ő cselekszik. Jézus nevében. Amen. Testvérek, valakit érintsen meg és mondd meg, nem lehetnék jobb helyen, mint itt most. Én nem lehetnék jobb helyen, mint most itt. Halleluja! Testvérek, az üzenetem címe az, hogy lépj be az Isten nyugodalmában. Ezt az üzenetet máshol is elmondtam, de a Szellem arra készített engemet, hogy itt mondjam el, mert valakinek erre szüksége van. Tehát az üzenet címe, lépj be az Isten nyugodalmába. Lépj be. És az első ige, amit el szeretnék olvasni, a Zsoltár 95-höz lapozatok. Rövid leszek, hogy utána imádkozunk emberekért is. Hatos verstől olvasom. Zsoltár 95-6-os verstől, és azt mondja itt az én Bibliám, jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt. Kérjétek. Mert ő van mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei, és az ő kezének juhai vagyunk. Vajha ma hallanátok az ő szavát. Vajha, ha hallanátok az ő szavát. Ne keményítsétek meg ti szíveiteket, mint Meribánál, mint Masszák napján a pusztában, ahol megkísértettek engem a ti atyáitok, próbára tettek engem, jól lehet, látták az én cselekedeteimet. 40 esztendeig bosszankodtam e nemzetségem, s mondám, tévegű szívű népek, nem tudják az én útjaim. Akiknek megesküdtem haragomban, nem mennek be az én nyugodalmam helyére. Nem mennek be az én nyugodalmam helyére. Na testvérek, létezik egy olyan hely Istenben, ahova tégedet máma be akar vezetni az Úr. És az az ő nyugalom az életedre. Amen. És ha követed az Isten igényének az útját most, és a Szent Szellem vezetését, te birtokosa leszel ennek a helynek. Halleluja. Mert jogilag, mint Isten gyermek a tiéd. Folytassuk a 91-es Zsoltár. Figyeld az igét, kövesd az igét. Na, zige, elismeritek az igazságot, és az igazság szabadná, ez nem a lelkigondozó tesz igazá, hanem az Isten igéje tesz igazá. Amen. Értsük meg egyszer. Egy élő gyülekezetben nem kéne legyen lelkigondozó. Tudsz amen mondani? Mert már az ige közben szabadít téged. Dicsőség legyen Istennek. Első vers, 91-es Zsoltár, 1-1-es vers. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Én is meg valakit is mondd meg, én nyugszom. A felséges rejtekében én nem nyugszom. Én megpihenek.
Énnek pihenek. Énnek pihenek. Testvérek, amikor egy fáradt nap után leülsz a székre és hátradőlsz, jól esik a testednek? Mit akarok én ebben mondani? Mikor én így látámaszkodok az Úrra, megpihenek. És a lelkemet szabadságra küldöm. Amen. Testvérek, te neked mindig szabadságon kéne legyen a lelked. Te neked mindig szabadságon kéne legyen a lelked. Én most például szabadságon vagyok. Sokszor addig azt mondja, mikor viszem már meg Görögországba egy kis szabadságot. Én mindig szabadságon. Most ha elmennék Görögországba veled, dupla szabadságon lennék. Amen? Testvérek, Istenben, mikor rátámaszkodol az ő karosszékére, hát benne, érted, amit mondod most? Megnyugszol. Hogy hát a pár szavakat, ami szinonimája megnyugvásnak? Nagyon jó. Békesség, pihenés, nyugalom. Amen? Tehát vége a zavarodottságnak. Két embernek azon a mondani, vége a zavarodottságnak. Vége a zavarodottságnak. Én megpihenek az Úrban. Rátámaszkodok és megpihenek az Úrban. Amen. Amen. Tehát az Úrban van egy hely, és azaz ő benne van, ahol én megpihenek. Aki a felséges rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik, azt mondom az Úrnak. Mondjad, azt mondom. Azt mondom az Úrnak. Én oltalmam, várom, ő benne bízom. Mikor megpihensz benne, rátámaszkodol, és bízol benne, óriási áldások jönnek feléd. Ezen a nyugalom helyén, mikor teljesen megbízol az Úrban, akkor feléd óriási áldások áramolnak be. Na most ezekről az áldásokról számol be az igen, most figyelj! Mert ő szabadít meg engem, mond engem, a madarásznak a töréből. Mikor én pihenek az Úrban, és nyaral a lelkem, figyelsz, amit mondok? Akkor minden csapdától az Úr megszabadít engemet. Nem kell én azon küszködjek, hogy én hárítsam el a csapdákat az útról, mert megteszi ő. Tudsz figyelni? Nem érdekel, mit cselekszik az ördög mellettem, mikor én megpihenek az Úrban, és teljesen bízom az igéiben is benne, mikor bízok, minden dögvésztől, minden csapdától az Úr megszabadít. Amen. Amen. Valami embereket, hogy vagy már ott? Egész nap harcoltam az ördög, azt mondja, bízom. Elég rosszul cselekedted, mert egy harca vagy elhívva csak, a hit szép, a harcára. Amen. Mikor megnyugszol az Úrban, és mikor nyaralik üted a lelkedet, mikor megmaradsz a hit dimenziójában is, tudod, hol az ördög is ott tartod, akkor már mondd meg nekem, miért kell vele foglalkozni? Miért ne foglalkozom inkább abban, hogy gyönyörködj ebben a szabadságban? Amen. Amen. Mondd meg valakinek, én gyönyörködni fogok a szabadságban. A Szent Szellem fog neked fordítani, amen felé. Mondjad, köszönöm. Tehát első dolog, mikor megnyugszok, minden veszedelemből megment engemet az Úr. Tehát a madarász töréből és a veszedelem dögvésztől. Amen. Tehát én rajtam a halál szellemem már nem tud semmit cselekedni, nem is tud közeledni hozzám, mert a 27-es Zsoltárban az áll, hogy az ellenségeim, aki a húsomra támadnak, hogy megegyék, hogy az életemre támadnak, ők elesnek, hozzám se tudnak jutni. Amen. Egy olyan helyen vagyok, ami több méteres védőfal védve van, érted? És ott tégedet az ellenség nem lát, mert el vagy rejtve Krisztusban a mennyeljeken. Tudsz el megmondani? És egy elrejtettségnek a helyében van, egy elrejtett helyen vagy. Amen? Tolaival befedez téged, szárnyalat lesz oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége.
befedező tolaival, mi ez? Tökéletes befedezettségben vagyok. Tökéletes védelemben vagyok. Mondd el valakinek, én Jézusban tökéletes védelemben vagyok. Semmi nem illet engem. Az ördögen nem foglalkozok. A lábam alatt tartom. A üzenetem van számára. Ráírom a cipő talpára, amit akarok neki mondani. Amen. Ott tartom. Tudom, ki vagyok Krisztusban. Amen. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, csak akkor repülni nyíltő a nappal. A dögvésztől, ami homályban jár, a döghaláltól, ami délben pusztít. Testvérek, én azt mondom nektek, hogy Jobbot az ördög nem tudta volna megtámadni, ha Jobb nem nyitotta volna ki az ajtót a félelem által. Tudsz nem mondani? A hármas részben azt mondja, amitől féltem, most rettegtem, az következett rám. Isten megengedte az ördögnek, hogy na, jó, támad meg őt. De ha nem lett volna szabad ajtó, ahol besorolni, meg hogy tudott volna bemenni? Úgyhogy nem nyitunk ajtót semmilyen félelemnek meg, amen? Amen. Nem kell félnünk a félelem szellemektől, rendbe kell tegyük, mikor a félelem szellem jön felé, mit mondsz neki? Nem a félelem szellemét kaptam, amen? Hanem az erő, szeretet és a józanész szellemét, amen? Tegyük már rendbe ezt az ördögi fejedelmességet, amen? A legkisebb Isten országában nagyobb, mint az Antikrisztus. Mondd meg valakinek, én nagyobb vagyok, mint az Antikrisztus. Jézussal nagyobb vagyok, mint az Antikrisztus. Nem félek tőle. Elesnek mellőlem ezen, és jobb kezem felül 10 000. Igen. És mondd utána, és hozzám. Nem is közelít a valószínű. Ezen a helyen nem tudom megközelíteni. Mert te biztos vagy az Úrban. Bizonságod van, egy bizalmad van az Úrban, megpihensz minden munkáitól, fáradtságodtól. Testvérek, azt mondta az Úr egyik szolgálónak egy nap, nem állnám egy kicsit félre, hogy én is látszó legyek. Már nagyon sajnálok, hogy mennyi küzdködsz az életben. Állj egy kicsit félre, hogy én is tudjak már cselekedni valamit. Tudsz figyelni? Miért nem nyugszolta meg ezen a széken, ezen a szellemi széken az Úrban általánoszkodol? Amen? És engedd már meg, hogy az Úr az ő tervét vigye véghez általa. Tudsz ám én mondani? Miért ne legyen így? Mert egy olyan sorsot szabott ki az életedre az Úr, ami fenséges. És a jelenések 5-ben ez a sorsnak 90-hanyada megvan. Királyi papság, szent nemzetség vagyunk, királyi nemzetség, és arra vagyunk elrendelve, hogy uralkodjunk a Földön. Íme egy alapsors. Mondd el valakinek, király vagyok és pap vagyok. És én uralkodok a Földön. Amen. Uralkodok. Ilyen sorsot szabad meg az Úr a számunkra. Amen. Praise the Lord! I'm very happy. Magyarul boldog vagyok. Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonosznak megbüntetését. Mert azt mondod, mondd azt mondom. Mert azt mondom. Az Úr az én oltalmam. A felséges választom a hajlékommá. Nem illet engem, mondja, nem illet engem. Veszedelem és csapás sem közelít a sátorházamhoz. Milyen fantasztikus életmód ez, mondd már meg. Miért nem vesszük már át ezt az örökséget, és miért nem visszük el, és miért nem visszük be az életbe, amit hallunk, és miért nem kezdjük megcselekedni az igét, hogy legyen tapasztalatunk, hogy az ige élő és hatalmas. Amen. Sokan beszélnek, mire akartok. Ha jobban reagáltok, jobban prédikálok. Amen. Köszönöm. De jó veletek itt. Mert az ő angyalainak parancsol felület, hogy őrizzenek még tégedet minden utadon. Minden utadon. Mondd-e valakinek, én bármilyen melyek fedezze vagyok. Nem kell félni semmit. Semmit. Semmitől nem fél.
kezeden hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe, az angyal. Oroszlányon és áspis kígyon járhatsz, és megtaposod az oroszlány kőbe. Mindenki taposom most, mindenki taposom most. Halleluja! Taposom az ördögöt, taposom az ördögöt, taposom az ördögöt. Holnap emelkedem ki a lábammal, hogy mindig meg tudom tartani. Amen! Amen! Engedem onnan. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, mondja, ragaszkodok hozzád, Uram. Ragaszkodok hozzád. Figyelj, mit mond az Úr neked? Megszabadítalak. Fölmagasztalom, mert ismered az ő nevét, megismerem a nevét. Segítségű higgyen meg engem, ezt mondja az Úr, meghallgatom őt, biztos. Biztos garancia, hogy az Úr meghallgat és válaszol, tudsz számon mondani? Vele vagyok a háborúságban, veled lesz az Úr a háborúságban, megment és megdicsőít tégedet. Amen. Amen. Dicsőség legyen neki. Hosszú élettel elégít meg engem, és megmutatom neki az ő szabadításomnak az örömét és útját. Testvérek! Gyorsan mondd el valakinek, én nem elégszek meg 40 évvel, én nekem az Úr azt mondta, hogy 80 és a nagy erősítőknek 90 év, meg 100 évet is tudom. Amen. Mert Isten megígérte, hogy hosszú életet elégít meg, hosszú életet elégít meg. Ez az én részem. Ez az én részem. Befogadom és elviszem. Amen. Nem rövid életű vagyok. Isten igéje azt mondja, hogy románul szatúj de zile voj mergen operáciálu Dumnezeu. Nyelveken beszéltem, most lefedült a magyarra. Hosszú élettel elégít meg, mikor öreg, nagyon öreg leszek, elasztok és csak átmegyek. Figyelj csak, elasztok és átmegyek. Elköltözök csak. Van olyan ember, aki úgy hal meg Istenben, hogy máma lerendezi minden dolgát, odaívja a családját, és azt mondja, 2:36 reggel elmegyek. Te ez a feladatod tovább, neked ez a feladatod tovább, neked az a feladatod tovább, mert az Úr kijelentette, hogy én ma reggel 2:36 elmegyek. Sem is meg. Lefeküdt, sem is meg 2:36. Na testvérek, én is szeretnék elmenni, te? Ezt mondja az Úr, hogy így fogsz el. Mondd el valakinek, nem rákba fogok meg. Én nem rákba fogok meghalni, én nem fogok feküdni, az Úr kijelenti, mikor megyek el, és én akkor fogok elmenni. Amen. Mert az Úr Jézus Úr a halálomon is. Amen. Dicsőség legyen. Jaj, de jó itt lenni. Valaki imádkozom, hogy álljon meg az idő. Amen. Ott is leplik. Máté 11:28, ha van Bibliád. Új szövetséged van? Jaj, de jó. Máté 11:28. Testvérek, az Úr azt mondta, hogy esni fog nálam az eső, amen? Itten. Jöjjetek hozzám mindjárt, akik megfáradtatok. Valaki fáradt itt? És megterhelt. Ki az a megterhelt és fáradt ember? Én megnyugosztalak benneteket. Hallod, mit mond az Úr? Bennem nyugodtságot okoz. Tudsz ámen mondani? Vegyétek föl magatokra az én igámot, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szerint alázatos szívű vagyok, és nyugalmat, pihenést találtok. Kiben van az én pihenésem, megnyugvásom? Jézusban. Jézus nem csak egy személy, egy hely is. Egy olyan hely, amikor rátámaszkodol őre tökéletesen, és megbízol benne, és az ő igéjében. Ő mindent elvégez körülött. Én ilyen életet élek, és ilyet akarok élni továbbra is. Amen. Nem küszködöm. Testvérek, a vallásos ember dolgozik, hogy elnyerje Isten tetszését, hogy így igazoljon meg. Tudsz figyelni? Igen, igen ám, hogy az Isten, csak hogy az Isten nem tartozik senkinek semmivel. Mi hit által üdvözlünk. Amen. Jézus. Ugyanúgy hit által te máma bekerülsz erre a nyugalom helyre, és onnan kise gyere többet. Mi Jézusban ez a tiéd.
Jézusban fantasztikus dicsőséges életet van, mely egy dicsőség ura lakik benned. Testvérek, hallottuk máma, hogy minden sátáni lény meghajol Jézus előtt. Tudsz? Amen. Mikor a szívedbe beköltözik az ördög, ott minden le kell boruljon előtt. Amen. És Jézus, mikor beléd jön, elkezdi a kitakarításodat. Nem hagy téged csak úgy. Mert ha Szent Szellem templomban vagy, akkor a Szent Szellem templomát az Úr megtisztítja. Amen. És ez egy garancia. Jobb az jobban lenne. Nagyon jó hívőnek lenne. Ezt mondd már meg valakinek. Jaj, de jó, hogy hívő. Ha nem vagyok hívő, a vér nem tud befedezni. A vér megvált, megszabadít a bűntől, és megvált, megigazít, megszabadít a bűntől, a vér. Most ez a vér van rajta. Ennélkül nem lehet hívő. Ennélkül nincs vége. Tehát, mert az én igám gyönyörűséges és könnyű, és a terhem könnyű. Jézusban van a nyugalom. Amen? Menjünk tovább. Zsidólevél 4. Mit tudsz jól? Hallottunk, hogy a egyes vers. Óvakodjatok tehát, hogy mivel megvan az ön nyugodalmába való bemenetel ígérete, valaki közületek fogyatkozásban lévőnek ne találtassék. Román fordításban az van, hogy ne késsük le ezt, ne késsük le, nem tudom milyen fordításban. Még egyszer, valaki közületek fogyatkozásban lévőnek ne látassék, mert nekünk is hirdetett az evangélium, miképpen azoknak az Ószövetségben, amen. De nem használt nekik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azokat, akik hallották. Máma itt elhangzott egy üzenet, és ha te nem fogadod be hitáltal, és nem páros, nem ragasztod mellé hitet, és nem cselekszed meg azonnal, neked nem lesz megtapasztalásod, hogy az ige működik, vagy nem. Nem növeli a hitedet. Csak ha megtapasztalod, hogy az ige működik, azáltal nő a hit. Amen. A hit hallásból van, persze. Amit most mond neked az Úr, és amit beviszel az életedbe, és megcselekszel, és látod, hogy működik, azáltal nő a hit. Tudsz figyelni? Mindenki figyelt. Tehát hallom az üzenetet, magamban zárom, tudsz figyelni, elmélkedek rajta, és másnap elkezdem élni, amit hallottam. És lesz egy megtapasztalása annak, amit bevezettem az életembe, és ezáltal nő a hit. Mert Isten igéje működik. Tudsz elmenni mondani? Élő és ható. A Szent Szellemnek van egy csodálatos képessége, hogy igévé változik. Igévé. Mert az ige életi szellem. Tudsz elmenni mondani? Tehát a Szent Szellem igévé változik, és mikor kibocsátod a szádon, az teremtő erővel bír. Amen. Ezért ha a körülmények között mész át most, bizonyos körülmények között, keresd meg az igét, ami odavaló, és kezd el megvallani azt az igét. Amen. Hit által. És az a körülmény teljesen az igazodik, amit az igét kibocsátottál a számon. Tehát az a körülmény az Isten tervéhez igazodik, amit a számodra kiszabott az igén keresztül. Amen. Tehát bármilyen körülményben vagy, keresd meg az igét, ami odavaló, és elkezded megvallani a körülményekre az igét. Amen. És minden ahhoz igazod. Mert teremtő erővel mész. Tehát testvérek, azok nem párosítottak hittel, mert mi hármas vesz, mindenki hallja. Mert mi hívő, mondd én hívő, felmegyek a mondodalmat. Amen. Amen. Én hívő vagyok, és én bemegyek a nyugodalomba. Ezt mondja itt. Mert mi hívők bemegyünk a nyugodalomba, miképpen megmondottam. Amit megesküdtem az én haragomban, nem fognak bemenni az én nyugodalomba. Jól lehet munkáit a világ megalapításától kezdve bevégezték. Mert valahol a hetedik napról eképpen szól.
És megnyugvó végisten a hetedik napon minden ő cselekedeteiből. Most testvére, kérdezek egy szót. Mit gondolsz, az Úr elfáradt? Szüksége volt neki leülni, megpihenni, mert elfáradt? Nem. Mást akar mondani az igét. Azt akarja mondani, hogy a hetedik napon elkezdett gyönyörködni azon, amit teremtett. Amen. Mikor a körülményedre kibocsátod az igét, és meglátod, hogy működik, és minden változik az ige szerint, leülsz a nyugodalom helyére, és gyönyörködsz abban, amit az Úr cselekszik az igén keresztül. Amen.